Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Október 31-e csütörtök van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. A halottak napja a legszemélyesebb, legbensőségesebb ünnepünk, egyéni, mégis közös ünnep mindenki számára. Az önkormányzat és a történelmi egyházak a nádorvárosi temetőben emlékeztek. Még nem tudni pontosan, milyen hatása lesz az afrikai sertéspestisnek a húsárak alakulására. Éveleje óta 10-12%-kal nőtt a sertéshús ára, de a szakember szerint további emelkedés várható. Kiállítással, pódiumbeszélgetéssel, könyvbemutatókkal és előadásokkal ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a Győri Balett. A születésnap első eseményeként fotókiállítás nyílt a társulat 4 évtizedéről. A képviselők után csütörtökön a polgármester is átvette megbízó levelét. Borkai Zsolt a hivatalos végeredmény szerint az érvényes szavazatok 44,3%-át szerezte meg az önkormányzati választáson, így immár negyedik alkalommal választották meg Győr polgármesterévé. A városvezető megbízó levelének átadása után azt mondta, köszöni a győriek bizalmát, amivel ismét megtisztelték, és azt ígérte, az elkövetkezendő időszakban azért dolgozik közösen a képviselőtestülettel, hogy a város fejlődése töretlenül folytatódjon. Érkezik a polgármester, hogy hivatalosan is átvegye következő 5 évre szóló megbízó levelét. A választópolgárok az érvényes szavazatok 44,3%-ával ismét Borkai Zsoltot választotta meg Győr polgármesterévé. A helyi választási bizottság elnöke gratulált először a sorrendben immár negyedszerre is megválasztott polgármesternek, aki megköszönte a győriek bizalmát. Azért az elmúlt egy hónap az szerintem sem a győriek számára, sem jó magam számára nem volt egy egyszerű időszak. Én szeretném megköszönni valóban nagy-nagy tisztelettel a győrieknek, mert kitartottak mellettem, és értékelték az elmúlt 13 év munkát, amit együtt közösen a győriekkel valósítottunk meg. Borkai Zsolt azt ígérte, a képviselőtestülettel együtt Győr töretlen továbbfejlődésért dolgozik a jövőben. Én azt tudom önöknek ígérni, kedves győriek, hogy az elkövetkezendő időszakban is legalább olyan intenzitással, mint az elmúlt időszakban, igyekszem együtt közösen közreműködni és fejleszteni ezt a várost a képviselőtestülettel, és természetesen önökkel, győriekkel. Az új győri közgyűlés élén az immár független polgármesterrel a jövő héten tartja alakuló ülését. A halottak napja talán a legszemélyesebb, legbensőségesebb ünnepünk, egyéni, mégis közös ünnep, hiszen mindenkinek vannak halottai, mindenki megemlékezik valakiről, mindenkinek fáj valakinek a hiánya. Ezt mondta köszöntőjében Radnóti Ákos az önkormányzat és a történelmi egyházak közös halottak napi megemlékezésén. A rendezvényen, amit hagyományosan a nádorvárosi temető hősi halottak emlékművénél tartottak, a résztvevők közösen imádkoztak az elhunytakért. Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton, kétségeim az örvényekbe szórom. A holtom után ne keressetek, leszek sehol, és mindenütt leszek. Reményik Sándor erdélyi magyar költő versével indult a hagyományos halottak napi megemlékezés. Az önkormányzat és a történelmi egyházak szokás szerint a nádorvárosi temető hősi halottak emlékművénél hajtott fejet. A város nevében Radnóti Ákos mondott beszédet, aki azt mondta, mindenki másként emlékezik halottak napján. Ezekben a napokban azokra az emberekre, családtagokra, barátokra, ismerősökre emlékezünk, akik egykor sokat jelentettek nekünk, és bár nem lehetnek közöttünk, ma is ugyanolyan fontosak számunkra. Ez az ünnep a személyes emlékezésről szól, mindenki másként éli meg a halottak napját, mindenki másként emlékezik. Van, aki egy imával, van, aki bensőséges szavakkal szól hozzátartozóihoz, van olyan is, aki egy-egy a szeretteihez kapcsolódó kedves emléket idéz fel. Radnóti Ákos arról is beszélt, halottak napja a legszemélyesebb ünnep, egyéni, mégis közös emlékezés, hiszen mindenkinek vannak halottai, mindenkinek fáj valakinek a hiánya. Egyéni, mégis közös ünnep, hiszen mindenkinek vannak halottai, mindenki megemlékezik valakiről, mindenkinek fáj valakinek a hiánya. A legfontosabb, hogy ne feledkezzünk el róluk, ne hagyjuk megkopni a róluk őrzött emléket, szóljunk hozzájuk, imádkozzunk értük,
őrizzük őket a szívünkben, és ők mindig velünk maradnak. Büszke vagyok arra, hogy az önkormányzat az évek óta tartó nagyszabású fejlesztéseket végrehajtva itt a temetőben méltó emlékezéseket biztosít. Ezt követően a történelmi egyházak képviselői mondták el gondolataikat Minden Szentek és Halottak napja kapcsán, majd a résztvevők megkoszorúzták a hősi halottak emlékművét, és mindenki elmondott egy imád szeretteiért. A kegyeleti ünnepen fokozottan figyeljünk oda az értékeinkre. Erre hívja fel a figyelmet a rendőrség. Minden Szentek és Halottak napja alkalmából 10000-ek látogatnak el a győri sírkertekbe, a nagy tömeg és a szokásosnál figyelmetlenebb emberek pedig vonzák a bűnözőket. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy az autóban semmiképpen ne hagyjon értékeket, a temetőn belül pedig sírrendezés közben is vigyázzanak, nehogy lopás áldozatává váljanak. Ebben tájékoztató, tehát információk vannak azért, hogy az autósok ugye ne váljanak áldozattá. A rendőrség tájékoztató kiadványait mutatják az egyenruhások híradónk stábjának. Ezekkel a szóróanyagokkal találkozhatnak azok, akik ezekben a napokban a temetőkbe érkeznek, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. A rendőrség most is arra hívja fel a figyelmet, hogy sajnos a bűnözőknek semmi se szent. A rendőrség legfőbb célja idén is, hogy az ünnepet méltó módon tudjuk biztosítani, és a semmilyen jogsértés, illetve közlekedési baleset ne árnyékolja be. A rendőrség bűnmegelőzési szakterülete szeretne néhány ajánlással, bűnmegelőzési tanáccsal segíteni az állampolgárokon, hogy az esetleges jogsértéseket, bűncselekményeket elkerüljük. A tapasztalataink azt mutatják, hogy ez az időszak kedvez néhány olyan elkövetési formának, amelyhez a szituációk megteremtődnek Halottak nap és Minden Szentek alkalmával. Elsősorban gondolok a gépjármű feltörésekre, temetői, illetve a zseblopások, amelyek leginkább jellemzik ezt az időszakot. Nem csak a temetőn kívül, de azon belül is számos veszély leselkedhet az emlékezőkre. Szabó Csaba kiemelte, a nagy tömeg és a szokásosnál figyelmetlenebb emberek szinte vonzák a tolvajokat. Ezért a szakember arra kér mindenkit, a sírok rendbetétele közben is legyenek óvatosak. Hihetetlennek tűnik, de minden évben elmondjuk, hogy valakinek semmi se szent. Tehát az emlékezés vámszedői a temetőkben és a temetők környékén is megjelenhetnek ebben az időszakban. És nagyon fontos, hogy a temetőkben is figyeljünk az értékeinkre. Ugye egy nagyon életszerű szituáció, amikor a sírhoz érve ugye azt nyilván rendezzük, oda virágot viszünk, és előfordulhat, hogy a kuthoz, vizért vagy éppen a konténerhez el kell mennünk. Nagyon fontos, hogy ne hagyjuk ott a sírnál a táskánkat, értékeinket erre a rövid időszakra sem, mert ennyi bőven elegendő egy elkövetőnek, hogy azt elvigye. Tehát ez egy nagyon fontos jó tanács. A rendőrök nem csak a megelőzésben segítenek, péntektől ugyanis már a temető környéki forgalomirányításban is részt vesznek az egyenruhások. Napok óta nagy a mozgás a sírkertek környékén, parkolni pedig szinte lehetetlen, ezen próbálnak könnyíteni a rend éberőrei. Még nem lehet tudni pontosan, milyen hatása lesz az afrikai sertéspestisnek, egyes piaci szereplők már nem zárják ki azt sem, hogy a sertéshús utoléri, esetenként le is körözheti a marhahús árát. A növekvő kereslet és csökkenő kínálat miatt eddig éveleje óta 10-12%-kal növekedett a sertéshúsok ára. Az egyik győri húsözlet hálózat tulajdonosa híradónknak elmondta, számukra a termelők tudják biztosítani a szükséges sertésmennyiséget, azonban az árak folyamatosan emelkednek. Karaj, csülök, comb és lapocka. Ezek a legkeresettebb sertéshúsfélék. Ebben az üzletben mindig van disznóhús, a termelők folyamatosan gondoskodnak az utánpótlásról. Az afrikai sertéspestissel kapcsolatban ugye felmerültek problémák, de ez hál' Istennek a mai napig Magyarországot nem érintette. Azt hallottam én is, hogy a vaddisznó állományban ez jelentkezett, de a háztáji, illetve a házi sertés állományban nem. Úgyhogy ez idáig azt gondolom, hogy zökkenésmentes a sertésellátás. Amit tapasztalunk belőle az, hogy a sertéshús árak azok mennek fölfelé, tehát az élőállat ára az ugye viszi magával a félsertés árát, illetve a tőkehúsok árát is.
Nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani, vagy hová vezet. Ezt szerintem jelen pillanatban senki nem tudja megmondani. Mi bízunk azokban a termelőkben, akikkel kapcsolatban állunk. Idén a sertéshús ára az első 3/4 évben átlagosan 10-12%-kal emelkedett. Az egyik legnépszerűbb termék a sertéscombára például kilónként 1000 forintról 1400 forintra nőtt. A drágulás ellenére a magyar vásárlók még mindig a sertést veszik leginkább. Füstölik a kolbászt, hogy egyedi, saját készítésű termékek kerüljenek a pultra. A jó minőséget egyre többen keresik. A prémium kategóriás áruk kínálata folyamatosan bővül. Az egyértelműen látszik a piacon, hogy a vásárlói igények azok olyan irányba mennek, hogy egyre inkább előtérbe helyezik a vásárlók azokat a húsokat vagy húskészítményeket, amelyeknek ismerik a származását, illetve amelyek a lehető legkevesebb adalékanyagot tartalmaznak. Egyre nagyobb igény van arra is, hogy akár laktóz, gluténmentes termékek kerüljenek fel a polcainkra, tehát azt gondolom, hogy egyértelműen ez irányba megyünk. Novemberben és decemberben jelentősen nő a forgalom a húsboltokban. Itt is számítanak arra, hogy a vásárlók időben beszerzik majd a nélkülözhetetlen alapanyagokat. Természetesen készülünk az ünnepi időszakra. Ilyenkor a húsiparban azért megnövekednek a forgalmak. Nekem az előző évek tapasztalataiból merítve az a véleményem, hogy ilyenkor még inkább keresik az emberek a minőségi, illetve a lehető legmegbízhatóbb forrásból származó húsokat, húskészítményeket, akár extra dolgokra való tekintettel is. Ennek a húsüzlet hálózatnak 3 boltja van, amelyek közül az egyik legnagyobb teljesen átalakul, megszépül, és a vadonatúj győri vásárcsarnokban nyílik meg november 15-e után. A kis- és középvállalkozói versenyszféra szereplői számára tartott szakmai workshopot a Szövetség az életen át tartó tanulásért elnevezésű szervezet szerda délelőtt. A Széchenyi 2020 projekt keretében megvalósuló Nyitok hálózata a munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztéséért című program egy egyedülálló, innovatív és ingyenes képzési lehetőséget kínál a cégek és vállalkozások számára. Győri cégek és vállalatok számára rendezett workshopot a Szövetség az életen át tartó tanulásért nevet viselő szervezet szerdán. A helyi tanulási központban tartott esemény célja a városban és a térségben működő vállalkozások számára elérhető egyedülálló, ingyenes képzési lehetőség, valamint a legújabb iparág specifikus kompetenciafejlesztési programok bemutatása volt. A projektet a Szövetség az életen át tartó tanulásért nevű szervezet valósítja meg, ami egyébként egy debreceni szervezet, és több mint 10 éve foglalkozunk felnőtt képzéssel Magyarországon. A mostani projektünk egy picit speciálisabb, hiszen nem a hátrahelyezettekre fókuszálunk, vagy nem azokra, akik éppen a munkaerőpiacon veszélyeztetettek, hanem bárkire, aki szeretné picit hatékonyabb lenni, akár a munkaerőpiacon, akár a saját munkahelyén. Kompetenciafejlesztéssel foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy nem konkrétan szakmát adunk az emberek kezébe, hanem abban segítünk, hogy sikeresebbek legyenek a céljaik elérésében. Mi lehet egy embernek a célja? Lehet az a cél, hogy munkát találjon például, vagy ami Magyarországon inkább most már jellemzőbb, hogy megtartsa a munkahelyét, hogy a munkahelyén sokkal jobban tudjon érvényesülni. Mi ehhez tudunk képzéseket és fejlesztést hozzátenni. Vannak idegen nyelvi, informatikai és úgynevezett iparág specifikus képzéseink. A szervezet Nyitók elnevezésű programjának keretében az ország 52 helyszínén épített már ki tanulási alapinfrastruktúrát, ahol a 16 és 64 év közti felnőttek ingyenesen vehetnek részt rövid, 20 órás képzéseken. Mai alkalom azért különleges, mert a 16 és 64 éves korosztálynak induló képzéseinket egy picit specializáltuk, ami azt jelenti, hogy elsősorban kis- és középvállalkozások munkatársainak szeretnénk képzéseket nyújtani. Miért is tesszük ezt? Főként azért, hogy segítsük a kis- és középvállalkozásnak a működését. Sokan felteszik a kérdést, hogy na de hát mit lehet ilyen rövid idő alatt megtanulni. Mi azt szoktuk mondani, hogy ha azt tanítjuk, amire szükség van, akkor pontosan azt, ami a saját munkáján történő érvényesülésben nagyon sokat tud segíteni.
Gondoljunk egy olyan cégre, ahol például nagyon sok informatikai feladat van, és mondjuk a munkaerőpiacon talál egy munkatársra, aki nem éppen mondjuk informatikai guru, neki például tudunk egy nagyon jó informatikai képzést odavinni. Vagy hogyha valaki nagyon sokat dolgozik Excel-lel, akkor egy Excel képzés is. Már is sokkal hatékonyabban, sokkal könnyebben tudom munkáján boldogulni. A Széchenyi 2020 projekt keretében megvalósuló program nem csak vállalkozások számára nyújt segítséget, hanem egyénileg is igénybe vehető, akár a helyi tanulási központban, akár mobil oktatás keretében. Országszerte elérhetőek az idei influenza elleni vakcinák. Összesen 1,3 millió adag térítésmentes oltóanyag áll rendelkezésre a 60 év felettieknek és a rizikócsoportba tartozóknak. Az oltások megtalálhatók a házi és a foglalkozás egészségügyi orvosoknál, így az influenza elleni védekezés már meg is kezdődött. Erről beszélt stábunknak híradónk állandó szakértője dr. Schmidt Péter. Látjuk, hogy nagyon pici az ampulla, 0,5-0,25 milliliter, ami azt jelenti, hogy szinte nem is érzi a gyermek vagy a felnőtt, amikor beadjuk. Nagyon szép, kristálytiszta, és semmiféle olyan dolog nincs, egy problémát jelentene. Amit jeleztem, már néha nagyon-nagyon ritkán van szövődmény, de ezt az elmúlt években mi itt a rendelőben nem tapasztaltuk. Dr. Schmidt Péter mutatta be híradónknak az idei influenza elleni védőoltást. Hamarosan ugyanis közeleg az influenza szezon, ajánlott felkészülni rá. Lassan már november van, és ilyenkor már a páciensek, akár a szülők, akár a diákok érdeklődnek, hogy mikor lesz ismét influenza elleni oltás. Tudjuk, hogy ez a november már megindítja esetleg a fagyokat, hideg van, ugyanakkor napközben még lehet esetleg, meg az embereknek a ruházkodása nagyon fontos. Fontos, hogy megelőzzük a betegséget, hogy a betegséget meg tudjuk előzni. Szülőnek minél kevesebb legyen a táppénz, ne legyen kórházi ellátás, azért nagyon-nagyon fontos a betegségek megelőzése miatt az influenza elleni oltás. Ahogy azt az összes többi védőoltással kapcsolatban megszokhattuk, sokan ellenzik ezeket. Az elmúlt években csökkent azoknak a száma, akik beoltatták magukat. Ennek legfőbb oka, hogy többen tartanak attól, az oltás miatt lesznek influenzások. Óriási gond számunkra ugye az oltás ellenzőknek az aránya, ami azt jelenti, hogy sokszor egy gyermek bekerülve az oldába, a bölcsődébe, iskolába, a be nem oltott esetleg további 15 vagy 20 gyermeket megfertőz. Mindenképpen én már évek óta fölhívom figyelmet, és ez az én körzetemben meg is valósult, hogy ha egy mód van rá, akkor mindenki oltassa be magát, mert a be nem oltott gyerek esetleg kórházba kerül, arcüreggyulladás, tüdőgyulladás szövődménye mindenki számára kellemetlen. Schmidt Péter szerint néhány éve valóban nem voltak elég hatékonyak a vakcinák, az utóbbi időszakban azonban rendkívül jó minőséget állítottak elő a szakemberek. Sokszor gondba vagyunk, mert az elmúlt 4-5 évnek az influenzeri oltóanyagaiból csinálnak egy olyan elegyet, amit megpróbálnak arra alkalmazni, hogy jó legyen. Sajnos előfordult pár éve, hogy ezt nem sikerült megfelelő módon elkészíteni, ezért az átlagosnál több influenzás betegünk volt, viszont tavaly előtt egy nagyon-nagyon jó vakcinát sikerült a szülők és a gyerek részére eljutatni, ami azt jelentette, hogy lényegesen kevesebb volt az influenzával megbetegedettek száma. A szakemberek szerint az influenza elleni védekezés a betegség, valamint szövődményeinek megelőzésének leghatékonyabb módja a védőoltás. Azok, akik minden évben megkapják az influenza elleni védőoltást, magasabb szintű védelmet élveznek-e bármely életkorban, a rendszeres újraoltásokkal pedig a védettség mértéke növelhető. Ahogy arról híradónkban már beszámoltunk, kiállítással, pódiumbeszélgetéssel, könyvbemutatókkal és előadásokkal ünnepli az idén 40 éves Győri Balett a kerekévfordulót. A születésnap első eseménye az a fotókiállítás megnyitó volt, ami a társulat elmúlt 40 esztendejét foglalja össze. A szerda esti rendezvényen alapító tagok, egykori és jelenlegi táncművészek vettek részt. Ambrus László, Bánkuti András, Benkő Imre, Eifert János, Gergó András, Kanyó Béla, Lajbl Balázs, Laposa Tibor, Matusz Károly, Németh Alíz, Németh Mihály, Olál Jakócs Péter, Orosz Sándor, Pilák István, Suh József, Szabó Béla és nem utolsó sorban Rejland István kiváló fotográfiáit láthatják. Grászli Bernadett sorolta fel a kiállított fotók alkotóit. Az idén 40 éves Győri Balett 4 évtizedének legsikeresebb pillanatait idézi fel a fotókon, az a tárlat, amely szerdán nyílt meg az Eszterházi palotában. Intézményünk a Győri Múzeum számára nagy megtiszteltetés, hogy
otthont adhat ennek a remek kiállításnak, amely a Győri Balett Társulatának a történetét fotók, képek formájában meséli el az érdeklődők számára. Ez a kiállítás itt az Esterházy Palota aulájában a kontinuitásról szól, arról, hogy a különböző korszakok, különböző előadásai harmóniában vannak egymással, harmóniában állnak egymással, bemutathatók, együtt értelmezhetők, és ezzel egy nagyon szép összképet teremtenek. Boldog és büszke vagyok. Kezdte köszöntőjét Kis János. A Győri Balett igazgatója elmondta, büszke a társulat múltjára és jelenére, de beszélt a fotóművészet jelentőségéről is, hiszen minden pillanat mögött művészi teljesítmény van. Nagyon boldog és hálás vagyok azoknak a fotóművészeknek, a Győri Fotóklub tagjainak, hogy valójában ezeket a csodálatos pillanatokat megörökítették, hiszen mi, akik a pillanat művészei vagyunk, nekik köszönhető az, hogy kezdet óta, 1979 óta ezek a fantasztikus előadások, ezek a lelki rezzenések az utókor számára fennmaradnak, és ez egy csodálatos érzés. Gombár Judit és Markó Iván egy képen. Néhány méterrel arrébb pedig már a Black to Say Silence című darabból látható egy jelenet. Múlt és jelen egy térben meg annyi örök emlék a társulat számára. Természetesen minden egyes kép valójában az embert megindítja, mert hiszen azt a küzdelmeket, amíg az ember eljut a színpadra, azt végigélte az ember. De ami számomra nagyon fontos volt, az ugye az első darabunk, a Napszerettei, és akár az újrakezdés, amikor a pápa látogatáson a Népstadionban felléphettünk őszentsége a pápának, és hát az összes többi kép valójában a szívem csücske. A szerdán nyílt tárlat november 24-ig az Esterházy Palota nyitvatartási idejében látogatható. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb november 4-én hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.